Most, hogy éppen vége lett a Kia Proceed versenyemnek, itt áll mellettem Nagy Norbert, aki az országigazgatója Kiának, és akinek tulajdonképpen most meg kell köszönnöm így élőben is, hogy mehettem ezzel az autóval. Tényleg, Norbert, nagyon szépen köszönöm, hogy a lehetőséget biztosítottátok. A kérdésem arra irányul így első körben, hogy miért fontos a Kiának egyáltalán ez a bajnokság, ez a kupasorozat is, ugye nem csak ez van, hanem Picanto is van, és hogy miért volt fontos az, hogy egy magyar újságíró beszállhasson ebbe itt a ringen? Hát először is én köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést, és nagyon sok szeretettel gratulálok az az eredményhez. Ugye mondjuk ki hatodik lettél, amit ugye elértél, és tegyük hozzá, hogy külsősként, újságíróként a legjobb eredményem itt az elmúlt években született az összes verseny tekintetében ki a vonalon. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos esemény lehet egy feltörekvő márkának, mint amilyen a Kia ma, nem csak Magyarországon, hanem a többi hasonló régióbeli országra gondolok itt, ami megmutatja az embereknek azt, hogy a Kia mennyire előjár abban a technológiai fejlődésben és fejlettségben, amit egyébként a más iparágok területén már megmutatott. Tehát gondolok itt mondjuk olyan nagy vállalatokra, akik mondjuk híradástechnika területén már nevet szereztek maguknak az európai piacokon. Az autógyártás terén pedig aki ugyanerre törekszik. Tehát megmutatni azt az embereknek, hogy ez egy jó autó, és mi más tudná ezt a leginkább bebizonyítani, mint egy autóversenyben elért eredmény. Ezek voltak a boldog tények, hogy versenyeztünk és kellemesen eltöltöttünk itt egy hétvégét. A magyar autópiac nem áll ennyire fényesen. Hogy álltok most per pillanat, és mit vársz még azért az idei évtől, nyártól, ősztől? Nagyon aktuális a kérdésed. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon kemény év. Tehát nem csak az autókereskedelem igaz, hanem bármilyen más gazdasági területre, de az autónál, mint hogy az egyik legdrágább fogyasztási cikk, amit meg tudunk vásárolni, leginkább érzékelhető ez a változás. Ugye köztudott, hogy az autókereskedelem most egy olyan mínusz 50%-os idényt él meg. Ez nagyon nehéz mind az importőrnek, mind a márkakereskedőknek. Nincs ügyfél, gyakorlatilag átrendeződések vannak az értékesítésen belül. Én azt gondolom, hogy túl kell élni ezt az évet, túl kell élni a válságot, talán már vannak biztató jelek, és ha túléljük a válságot, akkor el tud indulni az a fejlődés, amit mi egyébként célul tűztünk ki magunknak. Jelen pillanatban én azt mondom, hogy a márka tartja a piaci részesedését az országos eladásban. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évvégi 2,14%-os piacrészünkhöz képest egy kicsit nőni is tudtunk. 2,20 darab számban nyilván ez nem mutatkozik meg, mert ugye 50%-kal kevesebb autóértékesítés történt. Pozitív hírrel akartam volna zárni mindenféleképpen, és azt gondolom, hogy ez az lesz, hogy még egyszer megköszönöm, hogy mehettem az autóval. Bízom benne, hogy fogunk még együtt dolgozni, akár ilyen körpályán, akár ralliban. És akkor most Norbit itt hagyva, először bemutatom önöknek a versenyautót, aztán pedig visszatérek majd ahhoz a Soulhoz, amelyet egyébként utcán használok, és amely igen különleges felszereltségű, hiszen például szériában tartalmaz egy olyan kis LED sort, ami az két első hangfalat világítja meg, és akár a zene ütemére is képes villogni pirosan, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Kedves nézők, most megpróbálom bemutatni önöknek azt a Kia Proceedet, amelyikkel versenyeztem itt a Hungaroringen a hétvégén. Az első futamban elért 9. és a második futamban elért 6. helyem, összességében a 6. helyet jelentette, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. De mint látszik, kisebb sérülések vannak az autó elején és oldalán is, hiszen az első futamban a 8-as számú Knyás nevezetű ellenfelem nem nézte jó szemmel, hogy bebújtam neki egy-két kanyarban, és egy picit telibe vert. Mit kell tudni erről a Proceedről? Ezek 2 literes 147 lóerős benzinmotorral szerelt autók, az enyém is ilyen volt. Széria 5-sebességes váltó van benne. Ez volt az egyetlen olyan kis negatív pontja, amely egyébként elfáradt néha a versenyek során. Túlságosan fölmelegedett benne az olaj, és kicsit nehéz volt vele visszaváltani másodikba, de ezt is megoldottam. Mit kell róla tudni? Hát azt, hogy én mentem vele először nem lengyelként, tehát látják a magyar logót, ez egy lengyel bajnokság, és tulajdonképpen a második évét éli meg ez a Kia Proceed Cup, és soha nem ment még benne semmilyen más ország beli, aki a seatbe ülhetett volna. Én vagyok az első, és az itteniek elmondása szerint, ahogy Norbi is elmondta, az én eredményem eddig a legjobb ilyen VIP autóval, úgyhogy nagyon boldog vagyok ettől. Az autó belsejében természetesen a megszokott bukócső, Hans használatára alkalmas ülés, Hans használatára alkalmas öv, kormány, és természetesen tűzoltórendszerek, és olyan
általunk, illetve minket védő rendszerek találhatóak, ami minden versenyautóban egyébként megvan. Kívül pedig érdekes, leragasztották a szerelőim, leragasztották, mert ez itt egy kicsit lifeget. Ez egy ilyen külső áramtanító, hogyha ezt valaki meghúzza, akkor elmegy az áram az autóból, hogyha esetleg baleset érne bennünket, amely egyébként ért is, hiszen nem engem, de előttem két autóval a második futamon felborult Kordecki nevezetű versenytársam. Elég rossz látvány volt ezt egyébként végigkísérni szemmel, hogy a Menszelbe meglökték, itt neki ment a korlátnak, majd utána felborult. Ezért a második futamban három kört safety car mögött teljesítettünk. Úgyhogy az autó tulajdonképpen egészen széria, még egy Bilstein futómű van alatta, amitől elég jól lehet beállítani, és amitől nagyon sportos a futóműve, illetve a pályára alkalmas. Valamint, ami érdekesség, a Pirelli P0 Corsa kerekei, amik E-betűs gumik, tehát lehet őket utcán is használni, mégis azt mondanám, hogy ezek ilyen semi-slick, félig versenypályára alkalmas gumik, amik egyébként nagyon jól teljesítettek a hétvége alatt, hiszen 6 gumit lehet a bajnokságban egy hétvégén elhasználni, mondjuk ezt mind a 6-ot ki is nyifantottam, de akár új gumival, akár használtan nagyon jól ment a proceed, úgyhogy a Pirelli gumiknak is csak gratulálni tudok ezen a hétvégén. Úgyhogy ez volt a kis játékszerem erre a hétvégére, a 99-es, és nagyon boldog vagyok még egyszer, hogy mehettem vele, és hogy hozhattam a legjobb VIP eredményt.